Sziasztok, Strezi vagyok. Mai nap a János hegy DH útjait mutatom be. Ismét Molnár Tamás vezet. Ezeket az utakat először látom. Tehát ha nem idevalók fiak vagytok, akkor jó ötletet ad arra, hogy kb. Hogyan is lehet ezeket elsőre megtámadni. Na hát ez egy könnyebb út, ez Straván a János egy Z3DH néven van. Mint látjátok, majdnem dózerutas gurigálás indul, aztán van egy-két köves drop és csiki-csuki kanyaros levágás. Itt az első, hát ez ilyen majdnem lépcsős gyökeres, igazából megoldható. Itt megint keresztezzük az aszfaltot, hát mindenhol ilyen helyeken nagyon kell vigyázni. Meg hát látjátok, hogy azért turista forgalom is van bőven. Hát ez is egy hely volt, jobb, hogy nem mondott a Tamás előre semmit, de meg tudtam oldani ezt a droppot. Kisebb, nagyobb tempóval igazából nem gond. Innentől jön az erdei rész. Itt már keskenyebb az ösvény, és akkor jönnek az első ilyen meredekebb levágások. Picit még nedves is volt itt a talaj. Elenged a fék, mármint nekem mondom. Igazából ez egy nagyon egyszerű kis út. Természetesen, hogyha gyorsabban kezdtek menni, akkor egyre nagyobb lesz a kihívás benne. De ez bárkinek igazából szerintem jó kezdésnek egy bemelegítő szakasz. Talán az a hátránya, hogy ahogy látjátok is, hogy viszonylag nagy rajta a turista forgalom. A X-Race társaság már erősen elgondolkodott volna. Elnézést a X-Race társaságtól. Azért más. Akkor én is kapaszkodok, akkor az azért már egy más szint. Wow! Nem rossz, nem rossz. Azért. Ismét egy kereszteződés, ugyan kicsi a járműforgalom, de azért itt egy fél szemmel nem árt pislantani jobbra-balra. Itt egy gyökeret ugorhatok, és ez a drop, meg is vagyunk az első szakaszsal. Nagyon kellemes bemelegítő, bárkinek ajánlanám. Jön a következő, ez a libegő DHB nyomvonal néven szerepel a Straván. Óriási különbség az előző részhez képest, nem vagyunk messze onnan. Ennek ellenére egy gyönyörű fenyőerdős múcsos talaj van, valószínűleg viszonylag frissebb vágás ez az összvény. Emlékeztet a kevélyeken lévő Kanada trailre, csak hát picit meredekebb, viszont kevésbé köves. Nagyon-nagyon jól lehet jönni. Itt mondjuk kicsit elégedetlen voltam magammal, mert nem akartam 100%-ra menni, azért itt kénytelen voltam lerakni a lábam, de szerintem második menetre már nem lenne semmi probléma ebben, nagyon élvezetes, nagyon, nagyon jó, ugyanakkor viszonylag meredek trail. Jó, itt megvan az első része is ennek, gyakorlatilag ezt a jobbak ilyen 20 másodperc alatt lezavarják, és már is tudunk menni a libegő alatt. Tovább a folytatás, igazából így van egybe a trail, itt Tamás picit elnézte, azért is lepődtem meg, látszik a meredekség, nem volt könnyű megállni, mikor rájött, hogy itt el kellett volna fordulnunk oldalra, de ti majdnem követitek el ezt a hibát, tehát a gyökeres libegő keresztezés után szinte rögtön jobbra kell fordulni, és akkor jön a folytatása a trailnek. Itt már érdekes módon, de már is nem fenyőerdőbe vagyunk, de hasonlóan jó még a talaj, és itt kellemes döntött kanyarokon lehet tovább ereszkedni. Pici rézsű, de nagyon jó támasztást csináltak itt is a trélépítők. Itt a nekifordulásra picit jobban oda kell figyelni. Én meredekebb volt a rézsű, ahol fordultunk, és külső támasz sincs annyira.
De ezeket nagyon-nagyon jól lehet ereszteni, tehát abszolút hibátlan trail. Ennek az alját már jártam, és akkor mutattak fölfel a srácok, hogy igen, itt is le lehet jönni, csak velük nem jöttünk erre. Jó, tehát ez volt a libegő bényomvonal a DH Trail. És irány a következő, ami ennek gyakorlatilag egy alsó folytatása. Ez a Tündér alatt DH. Ez több útnak is a befejezése lehet. Kivisz minket a Zugligeti útra. Jó, kövesebb rész. Nem árt tudni, hogy mi merre. Talán már egyszer jöttem előtte. Körülbelül emlékeztem, mi van, de itt például lövésem se volt, hogy erre szerencsére hallottam Tamás hangját, aki megállt itt a puklin. Tehát ugye mindezt lendületből lehet teljesíteni itt ebből a pici tekeréssel. Itt jobbra van a hunyadorom, amiről az előző videóm készült, ott jobbra fönt. Na, hát itt meg kicsit bedurva a köves, szerintem ezt a sziklát itt már lehetne ugrani. Nagyon jó kis dobbantó lenne. Egy technikásabb kanyar itt a köveken, aztán megint egy gyorsabb rész következik. Itt a Rézsübe oldalra. Nagyon-nagyon szerettem az ilyen kicsit kitettebb részeket, azt hiszem angolul úgy hívják, talán magyarul is. Hát itt a köveknél kell egy jó nyomvonal, és már itt is vagyunk az aszfaltnál, itt ugye érdemes, illetve nem szabad nagy lendülettel kimenni, mert itt ez forgalmasabb út. Nagyon jó szakasz, ez a Tündér alatt DH volt. Na és a következő, mondhatnám, a királyatap, ez a No Comment, az Erzsébet királytótól. Igen, tehát ezen már többször voltam, most ugye újak a körülmények, nem találkoztam idén még ebből a traillel, és hát új a bicikli, ugye Merevfaluval vagyok itt először. Próbálom oda tenni magam, tehát próbáltam egy belemenni, amennyire én tudok. Ezt látjátok most. Ugye már most száraz a pálya, itt ezeket sajnos nem mertem tempóval elválni, óriási különbség lett volna. És akkor itt jönnek az első komolyabb köves részek. Itt pár nagy levegővel igyekszem a lendületet tartani, és megvan végre az a dobbantó, amit eddig nem tudtam megcsinálni. Mert egyszer nedvesen nagyon csúnyán elhúztam azokon a fákon, és ezért azóta sem merettem neki menni, most meg lett szerencsére. Pontos, hogy az előtte kanyarban meg legyen a tempó, jó? Itt szerettem volna ugye tovább menni, ezért Tamást úgymond hátrahagyva most innentől igyekszek magamtól menni. Itt egy durva rész, itt már ezen a pici lefelén megálltam, itt talán jobbra kellett volna elmenni, de azt nem éreztem bevállalhatónak, ezért itt elmegyek ezen a menekülő úton, és mivel tudom, hogy Tamáson itt félre is állok, elengedem őt, ezért most nem fogjátok pont látni. Itt már kicsit magával ragadott a versenyszellem, ami vicces ugye az én szintemen, de hát próbálkozik az ember menni egy tempót. Jó, hát és itt a vége sajnos, mivel úgy itt elvesztettem a rendeletem, nem emlékeztem mi jön. Ez is egy abszolút várható drop lett volna, majd látjátok hamarosan, hogy ennél nagyobbakon is lemegyek. Jó, és akkor innen jön a alsóbb része, ami ugye elég nagy földbe épített ilyen droppok vannak. Fejre lehet állni, hogyha az ember túl lassan le akar gurulni, tehát itt muszáj egy pici tempóval elengedni ezeket. Itt be kell tenni, ezt másképp nem lehet, mert különben fejreállás a dolog. Szerintem itt nem megyek annyira rosszul, persze tempó az más, merev váz miatt is. Ezt itt nagyon éreztem, hogy a merevvel azért lassabban meri az ember oda tenni magát, pláne az ilyen csúszósabb, szárazabb részeken. Leálltam dumálni, amit nem kellett volna, mert azt hittem a Tamás állt meg, de ugye nem a Tamás, hanem egy elnézést kérek, egy vadidegen srácnak kezdtem el dumálni. Eléggé ugye felfokozott állapotban vagyok itt. Új kihívás ugye idén a pálya, úgy érzem porosabb, meredekebb, és hát ugye merev váz miatt. De leértünk. És igen, Tamásról is beszéljük, hogy minden mélyebb egy picit, szerinte is már az utóbbi hetekben is tovább
mélyültek a droppok. Ami Nagy szépen élmény, hogy mindenkinek. ennyire sikerült. Tényleg nap folyamán másodikra már jobb lett volna, de ennek a videósorozatnak az a cél, hogy elsőre mutassak be tényleg, és akkor ti is jobban meg tudjátok ítélni, hogy mennek. Na, következő. Ez a libegő alatt igazából talán szegmens sincs rá. Lentről már többször néztem. Igazából már itt éreztem, hogy nem tetszik, mert egy ilyen zögykölődő, semmilyen földes út, ugye ez volt építési terület is, tehát ez már mindenképpen egy ilyen megbontott, málósabb talaj, viszont azért elég meredek, tehát elég kockázatosnak érzem a semmiért, tehát lehet itt gyorsan menni, de nekem ez nem pálya, nem tetszik ez a rész. Mindegy, lejövünk, látjátok, hogy mi van, lehet, hogy nektek pont ez jön be. Mondjuk van egy pár ilyen kanyargás itt az oszlopoknál jobbra-balra, viszonylag mély, ez szerintem lehet, akinek tetszik, de ez mind ugye ilyen morzsolódós, csúszós talaj. Ez még egész jó rész. Itt jön a következő oszlop kerülése, ahol utána megint meredekebb lesz. Itt elkövetem azt, hogy itt ki kellett volna menni balra, ott egy jobban járható út, de én itt nyíregyenesen a legmorzsalékosabb részen megyek le, ami nem túl jó. Ennyi lenne itt a libegő alatt, nem a kedvencem.